tábla figyelmeztet Nyírkát a határában, a településen térfigyelő kamerarendszer működik. Egy figyeli a rendet a hivatal előtt, egy másik a nyírcsászári elágazásnál, ezen kívül még 19 kamera van kihelyezve különböző helyeken. Ezeket a rendőrséggel egyeztetve jelölték ki. A hálózat kiépítésére a belügyminisztérium biztosított 40 millió forintot, az ország 300 leghátrányosabb településének felzárkóztatását segítő program keretében. Ezeket a településeket ütemezetten vonják folyamatosan 2019 óta be. Az első 30-ba kerültünk be szerencsére mi, és így kaptuk meg ugye erre a kamerarendszer kiépítésére a támogatást. Erre külön pályázatot be sem kellett adnunk, hanem egyedi kormányhatározat született, és az alapján folyósították meg, kaptuk meg az összeget. Illetve volt egy másik nagyon nagy sikerű dolog is, egy rekordtán pályát tudtunk megépíteni a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Belügyminisztériummal közösen. Békés településnek tűnik Nyírkáta, nem volt ez azonban mindig így. Bár továbbra is lenne mit javítani, az utóbbi években sokat javult a közbiztonság. 2012 és 15 között bizony nem a dicsőlapok voltak a település közrendjén közbiztonságán, ami aztán később megalapozta, még ha jobb is lett a közbiztonsági adatsor, hogy bizony-bizony a felzárkózó településeknél nem árt egy ilyen kamerarendszer telepítése. És örömmel mondhatom, hogy bár kamerarendszer még nem volt az elmúlt 2-3 évben, igazából megharmadolódott a bűncselekmények száma, és azok a markáns, csörömpölős garázdaságok, betörések, lopások lényegesen visszaszorultak. Na ez a kamerarendszer pont arra lesz jó, hogy ezt a jobb állapotot sikerüljön fönntartani, vagy még jobbítani, és azt gondolom ennek a kamerarendszernek meg lesz a hatékonyság ezen a településen. A kamerarendszer egy zárt optikai hálózat segítségével működik, amely az adatvédelmi szempontok miatt fontos. Jelenleg még csak itt törzik a felvételeket, de folyamatban van a hálózat bekötése a Nyíregyházán működő tevékenységirányítási központba, ahol a nap 24 órájában vigyázhatják majd a település közrendjét várhatóan már az év első felében. A választókerületben bő 10 éve kezdődött el a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, először Ömbölyön valósult ez meg. A képrögzítőkkel már megfigyelt helyeken a közbiztonság jelentős javulását tapasztalták. A térség országgyűlési képviselője a közterületen elkövetett bűncselekmények további csökkenését várja Nyírkátán is, célja pedig, hogy más településeken is létrejöjjön hasonló hálózat. Azon fogok dolgozni, hogy a többi településen is optikai alapú kamerarendszerek kerüljenek kiépítésre. Egyelőre ez nem így van, de hogyha sikerül a gyors internet hálózatot átadni, és ugye ez a hálózat kiépítés befejezés előtt van, akkor jó esély lesz arra, hogy a mikrohullámú rendszerekről át tudunk majd térni az optikai hálózatra. A kamerák infraüzemmódban is tudnak működni, vagyis éjjel is látnak. A helyi önkormányzat célja, hogy a jövőben szorosabb együttműködést alakítson ki a rendőrséggel. Bíznak benne, hogy a térfigyelők jelenléte visszatartó erővel bír, és a közterületi bűncselekmények számának csökkenését, a biztonsági ezet növekedését és ezeken keresztül az életkörülmények javulását is eredményezik majd Nyírkátának.